Már többször foglalkoztunk az önkormányzat által alapított Halomalja Kft. Fejlődésével, mely a tervek szerint 250-300 munkanélkülinek fog időszakosan mezőgazdasági munkát biztosítani városunkban. Nagyon fontos ez a misszió, hiszen mondjuk ki nyugodtan, magunkra maradtunk. A kormány, az állam nem tud munkahelyeket biztosítani városunkban. A miniszterek által beígért közmunkapályázatok más, nálunk fejlettebb térségekhez kerültek. A Halomalja Kft. És meghívott vendégei lakossági fórumot tartottak a műfházban. A Halomalja Kft. Életében elég sok mérföldkő volt már idáig is. Sok örömünk volt, már voltak kudarcok is, de igazából mi mindig az örömöknél tartunk. Egy sikeres lakossági fórumon vagyunk túl. Mik voltak ebből a tanulságok ebből a napból? Volt összehasonlítási alapom elmúlt egy évvel az előtti szakmai fórumhoz, szintén meghirdetett fórumhoz, és nyugodtan mondhatom, levonhattam a konzekvenciákat. Ugyanaz a szisztéma vagy szindróma játszódik le. Tegnap, tehát 5-ére meghirdetett fórumra általam kellemes meglepetésként éltem meg, hogy egy 130-140 ember megtisztelt és eljött erre a fórumra. És azért kellemes meglepetés, és azért összehasonlíthatom az egy évvel azelőtti szakmai fórummal, mert ott is tulajdonképpen nem a teljes létszám, tehát nem a foglalkoztatni kívánt teljes létszám jelent meg, hanem egy bizonyos részük, és ott is, amikor elkezdtük az érdemi munkát május közepén, gyakorlatilag néhány nap vagy egy-két hét elteltével jött össze a jelentkezők teljes létszáma, illetve akiket már több hónapon keresztül foglalkoztattunk. Szinte biztos vagyok benne, hogy itt is ugyanez fog lejátszódni. Tehát magyarul 13. magasságában elkezdődik itt is az érdemi munka kint a területen, és amikor azok a kétkedő emberek, akik különben szeretnének, és én bízom benne, hogy jönni is fognak dolgozni, meglátják, hogy ott naponta tartalmas érdemi munka kezdődött el és folyik, míg napokon belül jelentkezni fognak munkára. A sorok között ülve az volt az embernek az érzése, hogy a nyelven lévők legalább három csoportra osztanak. Volt egy olyan csoport, amely igencsak szkeptikus volt, volt egy olyan réteg, amelyik nagyon optimista volt, és volt egy réteg, amelyiknek folyamatos kérdései voltak, és bizony ezek valódi kérdések voltak. Az alkalmazásnak a módszertana nincs meg kidolgozva, és azt sem nagyon látják meg az emberek, hogy mennyit fognak keresni. Ezek a csoportok, látható csoportok létrejötte, vagy ott a teremben való láthatóságuk, szintén teljesen természetes. Teljesen természetes dolog az, hogy mivel itt egy teljesen új foglalkoztatás politikai módszert kívánunk bevezetni, tehát az önkormányzat fölvállalt ezt a úgynevezett több hónapos mezőgazdasági termeltetést, és ez alapján több száz embernek kíván munkát adni, ez egy új dolog. Új dolog, talán az országban is mondhatom, hogy Szakolyban, vagy talán nagyítóval kell keresni azokat a településeket, ahol ilyen programok vagy projektek előfordultak, és szinte teljesen természetes, hogy az emberek még bizonytalanok. De ahogy telnek a napok, és ahogy közeledik a munkakezdés, tulajdonképpen naponta oldjuk meg ezeket a felmerülő problémákat, és tegnapi fórumon nagyon jó leső érzés volt, hogy ilyen kérdéseket is tettek fel az emberek. Rendkívül izgalmas volt ez egész. Ugye hétfőn délután összejöttünk, meghallgattunk egy csomó mindent, volt valóban nyitott kérdés, de fantasztikus dolgokat is hallottunk, hiszen a palántái már nőnek derecskén. Igen, ezt nyugodt szívvel tolmácsolhatom a kamerán keresztül a tisztelt Balmazújvárosi lakosság számára. Már az elmúlt héten is a fiatal kollégámmal látogatást tettünk. Természetes, minden héten kontrolláljuk a palánta állományt, és nyugodtan tolmácsolhatom, hogy a kitett telepén, Derecskén, korszerű nevelősátrakban jó szakembergárda vigyázza az önkormányzat, illetve a Halomalja Kft. Palántáit. Tulajdonképpen egy 30-40%-os előre haladott állapotban van. Ez azt jelenti, hogy valóban, ahogy kértük, 2-3 heten belül, mint a paradicsom, paprika és az egyéb palánták tökéletes állapotban lesznek, ültethető állapotban. A földeken még nem sok változás látszik.
a területen az időjárás egy picit közbeszólt, valóban szinte naponta kapunk több-kevesebb csapadékot, szinte lopott óráink vannak arra, hogy erőgépekkel rámenjünk, nem vagyunk még semmivel lemaradva, itt természetesen a hét második felébe, és már a jövő héten ott úgymond hatodik haszakad komoly érdemi munka lesz, tehát a területet foggal körömmel előkészítjük. A felvételünk május 6-án készül. Mikor fognak az első emberek valódi kétkezi munkát kapni? Nagyon sokan várják. Igen, tegnap a fórumon ezt bejelentettem. Ehhez mindenképp tartanunk is kell magunkat, de nem csak azért kell tartanunk, mert valamit bejelentünk, hanem mert ez így van előre megtervezve. Természetesen, ha nem lesz zuhogó eső, május 13-án ott fölvonulunk, és demonstratíve elkezdjük az érdemi munkát. Nagyon izgalmas időszak előtt állunk, hihetetlen izgalmas időszak előtt állunk. Viszont valljuk be őszintén, ez a tavasz, ez úgy néz ki, hogy a vegetációnak rendkívül kedvező. Igen, részben. Én szerénységem, aki a nyírségben lakom, nagyon jó összehasonlításom van abból a szegmensből vagy szempontból, hogy a nyírségben a sok csapadék ugyan valóban a gyümölcsfákat, medgyet, almát, cseresznyét, diót vegetatív szempontjából, a vegetatív élet szempontjából valóban bujává szép zöldé varázsolja, viszont számtalan kórokozó és betegség ütötte már föl a fejét. Nyugodtan mondhatom, hogy a medgyekben, de akár az almában is soha nem látott méretű moníliás fertőzés, virágfertőzés és majd ágfertőzés kezdődik, nem különben a barackosokban, ahol a tafrina szintén nagyon nagy fertőzést mutat. És látva itt a nap mint nap, ahol jelen vagyok, a balmazi határt, hát elképesztő, ahogy a kalászosok, elsősorban itt a búzafélék, ugye a kukorica még nem látható, mert épp a napokban vetették el, de hihetetlen buja, és napról napra szemmel láthatóan fejlődik. Igen, tehát ez a meleg és ez a csapadék jót tesz ezen kalászos növényeknek. Május 13-án kezdünk. Hány ember fog első körben munkát kapni? Május 13-án még nagyon szerényen kezdünk, ezt tegnap szintén elmondtam. Előre láthatólag maximum 10-15 kétkezi munkással kezdjük a munkát, de ugye tegnap azt is bejelentettem ezen a fórumon, és szintén tartjuk magunkat hozzá, hogy gyakorlatilag naponta zúdó ránk a munka tömkelege, és gyakorlatilag 10-esével, 20-asával fogjuk az embereket bekérni. A foglalkoztatásnak a módja, hogy kiskönyv vagy munkavállalói szerződések, ezek mikorra fognak tisztázódni? Tegnap szintén fölmerült, valóban egy új szituáció van a dologban. Gondolkodunk azon, hogy valóban munkaszerződéssel foglalkoztatjuk az emberek, ha nem is 100%-át, de egy bizonyos százalékát. Gyakorlatilag ezen a héten ez teljesen tisztázódik. És erről a munkára jelentkezőket értesíteni fogjuk időben. A fórumon ezt mindez elhangzott, viszont egy kérdésem még lenne, hogy hogyan kapnak értesítést azok az emberek, akik már munkát fognak kapni? Minimum 2 nappal az a személyre szabott egyének a munkakezdése előtt személyesen kiértesítjük. És azért, ugye tegnap ezt azt hiszem elég világosan vázoltam, gyakorlatilag már tegnap elszabadult volna, főleg az asszonyok között a indulatok vagy a pokol, ha én tegnap 10-12 nevet bejelentek. Mert ugye rögtön azt mondanák az asszonyok vagy az emberek, hogy valószínű valamilyen oknál fogva előre kiválasztottam őket. Nem. Ezt tulajdonképpen megtartom ezt az ötletet magamnak, és ezen az úton fogunk eljárni. Természetesen minden személy, aki itt az irodában és tegnap a fórumon regisztráltatta magát, kivétel nélkül mindenki munkát kap, viszont azt is látni kell, hogy ehhez a munkavégzéshez munkaszempontjából és munkaszervezés szempontjából létszámban fel kell fejlődnünk. Tehát május 13-án nem foglalkoztathat a KFT 250 embert, ehhez 2-3 hétnek el kell telni. Hányan regisztrálták magukat a fórumon? Durván 140-en, és volt egy csoport, egy 30 fős csoport, aki nem tudott eljönni, tehát így tulajdonképpen egy 170, közel 180 fő, ahol akik már regisztrálták.